Ne haragudjanak, de én megint az optimális családtervezési modellel kezdem a mondókámat, mert szeretném nagyon bevésni a leendő szülők tudatába, hogy van ilyen, és ezzel a rendszerrel élni kell. Na most az optimális családtervezési modellen belül ugye az első fázis a családtervezési alkalmassági vizsgálat. A családtervezési alkalmassági vizsgálaton belül az első, az előzmények felmérése. Beszéltünk a genetikai problémákról, de most a korábbi terhességekről lesz szó. Ezt azért szeretném kiemelni, tudják, amíg aktív voltam, az Egészségügyi Világszervezetnek úgynevezett szakértője voltam, nagyon gyakran vettem részt ilyen nemzetközi konferenciákon, és mindig úgy elcsodálkoztam, hogy mindig az egyik legfontosabb téma az volt, hogy egy bekövetkezett terhesség után mennyi időt kell várni a következő gyerekkel. Ezen azért csodálkoztam, mert ez a magyar orvosi kultúrában nincs bent. Tehát én egy kicsit most ezzel szeretném önöket megismertetni. Most az első részben a sikertelen terhességekről lesz szó. Tehát sikertelen az a terhesség, amiből nem születik meg élve egy kisbaba. Itt most én szeretném majd sorba venni a sikertelen terhességeket, hozzátéve, hogy azért a legfontosabb az, hogy meg tudjuk-e mondani, hogy mi okozta ezt a sikertelen terhességet. Ugyanis az igazi tudás az az okok ismerete. Ha én tudom, hogy miért vetélt el egy édesanyja, hogy miért volt méhen kívüli terhessége, hogy miért volt halva születése, akkor nagyon jó esélyem van, hogy a következőbe kivédjem. Ha tudom, hogy ki az ellenség, tudom, kivel kell harcolni. Ez is hiányzik a magyar orvosi kultúrából. Általában azt szokták mondani, hogy tessék hozzáfogni a következőhöz, és akkor azért biztos, hogy nagyobb a kockázat, mint amit különben ki lehetne védeni. Mert a nemzetközi ajánlás szerint, ha egy asszony elvetélt, spontán vetélése volt, akkor 6 hónapig helyes várni a következő terhesség megfogamzásával. A méhen kívüli terhesség után, hiszen ott általában egy hasi műtét történik, kiveszik a féloldali petevezetéket, ott 12 hónapot ajánlanak. A halva születés után megint csak 12 hónapot. Na most, ha a terhességet meg kell szakítani, mert a magzatban felismertek valami rendellenességet, akkor attól függően, hogy most mikor történt a terhesség megszakítás, 6-12 hónapot ajánlanak. És hogyha egy rendellenes újszülött született, tehát egy beteg gyerek, akkor attól függ, hogy ne haragudjanak, de ki kell mondanom, hogy élve maradt-e, attól függ, hogy az anyuka szoptatta-e, vagy hogy tulajdonképpen olyan rendellensége volt, ami azért alapvetően nem befolyásolta az életét. Mert hogyha meghalt a kisbaba, vagy hogyha nem kellett szoptatni az édesanyának, akkor a nemzetközi ajánlás azt mondja, hogy 12 hónapig helyes várni. Ha viszont nem volt olyan súlyos rendellenség, az édesanyja tudta szoptatni, akkor 15 hónapot ajánlanak. Nézzék, ezek nem kőbe vésett szabályok, de a kutatások azt igazolták, hogy ha betartják ezt az időtartamot, akkor egy következő terhességben kisebb a kockázat, például kisebb a koraszületés kockázata, vagy kisebb a vetélés kockázata. Tehát én azért szeretném, hogyha a leendő kismamák, a leendő párok majd erre is gondoljanak, amikor hozzáfognak a következő terhesség vállalásához. A következő részben egy kicsit vidámabb témáról szeretnék beszélni, vagyis hogy a sikeres terhesség után, amikor egy egészséges kisbaba született, akkor mi a teendő, akkor mennyi ideig helyes várni a következő terhesség megfogamzásával. A második részben egy sokkal kedvesebb témáról lesz szó, mit kell tennie a szülőknek a megszületett egészséges kisbaba után. Hát a legfontosabb, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy mindenképpen vállalkozzanak még egy kis testvérre. Ezt már próbáltam korábban hangsúlyozni, hogy a legújabb orvosi kutatások szerint az egykeség az egy veszélyeztetett állapot, tehát a szülők azzal teszik a legnagyobb jót a gyereküknek, hogyha lesz majd egy kis testvérük. Na most, hogy mikor szülessen meg ez a kis testvér? Ez az ábra, amit most szeretnék bemutatni, ez az Egészségügyi Világszervezetnek egy nagyon híres ábrája, ahol azt mutatja be, hogy a szülések közötti időtartam függvényében hogyan alakul a terhesség alatti anyai és a magzati kockázat. Látják, ha 2 évnél rövidebb az idő,
ugye vonjuk le a két évből a 9 hónapot, tehát ez azt jelenti, hogy 15 hónapon belül fogant a második gyerek, akkor elég nagy a kockázat. 2-3-4 év után a kockázat minimális, 5 után újra elkezd emelkedni. Miért van ez? A következő ábrával ezt szeretném érzékeltetni. Itt ugyanis két ellentétes szempont ütközik. Az egyik szempont az, hogy a következő gyerek védelmét, a következő magzat védelmét kell figyelembe vennünk. Ugyanis azért a várandóság 9 hónapja, majd a szoptatás, azért a női szervezetre egy nagyon nagy megpróbáltatást jelent. A nők ezt bírják, de azért ez egy megpróbáltatás, nagyon nagy energiaigény, és szükség van a női szervezetnek arra, hogy visszanyerje a teljes épségét, hogy energiával tele tudjon hozzáfogni majd a következő kisbaba kihordásához. Hogy ez mennyire fontos, ezt egy magyar vizsgálat adataival szeretném igazolni, hogyha a következő terhesség 3 hónapon belül következett be, akkor a koraszületés kockázata 40%. Ha 12 hónapon belül 15%. Ha 15 hónap után, tehát ez az ajánlott idő, hogy 15 hónap után, akkor csak 8%. Na most ez azért fontos, mert Magyarországon 9% a koraszületés, tehát ez jobb. Most mi a másik szempont? Újra szeretném mutatni az előző ábrát. A másik szempont az, hogy a tesók ne csak tesók, testvérek legyenek, hanem haverok is. És a pszichológiai kutatások azt mutatják, hogy ha a testvérek között 3-4 évnél nagyobb az időköz, akkor azért már csak testvérek, de nem ők az igazi barátjai egymásnak, hanem akkor inkább családon kívül keresik, és azért bizonyos szempontból az a jó, hogyha a testvérek a legjobb haverok is, és ezért ellentétes szempont, hogy minél rövidebb lenne ez az időtartam, az annál jobb lenne. Hát a kettő között kell egy kompromisszumot megtalálni, és hát ezért mondja a nemzetközi ajánlás, hogy 15 hónapot helyes várni a gyerek megszületése után, hogy fogjanak hozzá a következőhöz. Mert ugye ennyi idő kell ahhoz, hogy az anyai szervezet teljes mértékben regenerálódjon. Szeretném, ha nem értenének félre. Ez egy nagyon fontos szempont, egy családtervezési szempont. Ezek a szabályok, ezek lényegesek szakmailag. Jó, ha önök tudják, ez egy kicsit olyan, mint Mózes 10 parancsolata. Tudjuk, hogy hogy kéne élnünk. Nem mindig úgy élünk, de legalább tudjuk, hogy hogy kellene. Én azt szeretném, hogy az egészségügyi kultúránk olyan legyen, hogy a leendő szülők tudják, hogy mi az optimális gyermekvállalás, de azért ez nem azt jelenti, hogy ezt most azért mondom, mert nem régen fordult elő, hogy segítettünk valakinek, hogy végre összejöjjön a kisbabája, és azt hiszem 2 hete keresett meg, hogy hát igen, összejött, de boldog, még meg is mutatta a kis csecsemőt, de hogy aztán most bekövetkezett egy terhesség, és ő tudja, hogy 15 hónapot kellett volna várni, pedig csak 7 hónap telt el, és ő ezért megszakítatta a terhességét. Hát Isten ments! Szóval jó, ha tudjuk a szabályt, de ha már bejött az új kisbaba, akkor örüljünk neki.